Kedves hölgyek, tisztelt urak, tisztelt alpolgármester asszony, kedves vendégeink, mindenki tisztelettel köszöntök itt a Muzslai Község Könyvtárban. Ebben az évben a 6. íróvasló találkozón, és mielőtt elkezdenénk, én lévén, hogy 1956-os forradalomnak volt ugye a napokban, 23-án, október 23-án, 63. évfordulója, én a könyvtárnak elmondottam fogok egy könyvet, a Szabadság tér 56, 1-es és 2-es kötetelnök könyvnek. Ezt a Budapesti Országgyűlés elnökének a védnöksége alatt adta ki a Magyar Televízió szerkesztősége, mert ugye ez egy sorozat volt, Rákai Filip tévésorozata a 56-os eseményekről, forradalomnak a történéseiről, és ez most megjelent könyv alakba. Marianna, akkor nektek átadom, folyára szeretettel. Köszönöm szépen. Tessék. Tessék. Engedjék meg nekem, hogy a idei 6. íróvasló találkozón nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntsem Szelecki Mónikát körünkben. Elmondok egy mást, mert lehet, hogy nem mindenki tudja, bár híres személyiség. Amikor iskolás volt és középiskolás volt a párt, engem az umajó tudomodett, akkor a Gyöngyvirág, nem is rosszul mondom, a Gyöngyvirág az a muzslai, hanem a Basőrág kéménti gyermek néptánc csoport balerinája volt, primadonnája volt, így mondom, ő volt első számú táncosa az együttesnek. Majd később ugye Budapestre került és Budapesten ragadt, mert ma a Rákóczi Szövetség munkatársa, és hát nagyon szépen köszönjük a munkásságát, mert nagyon sok mindenben a mi muzslai törökésénkét segíti, el kell mondanom. Monikának, hogy nagy tisztelettel köszönjük a dolgot, mert az utóbbi életben, amióta ott van, is tápolja a muzslai iskolásokat, iskolásaink idén is voltak, 23-án nagyszerű budapesti megrendezett ünnepségen, ugye, megemlékezésen a 63. évfordulón, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a muzslaiaknak a segítséget ilyen szempontból Budapesten. És hát ugye lévén, hogy nem csak a Rákóczi Szövetség oszlopos munkatársa, Mónika, hanem kiváló előadó, és az ma fog itt kiderülni muzslán, kérem szépen, amikor bajzán, humoros történeteket, meséket fogunk előadni. Kimondtam felnőtteknek, látom, hogy fiatalságot nincs is, úgyhogy megérdezték a fiatalok, hogy miről is ez szólít ma este. Ilyen szempontból üdvözlöm meg ezt a Mónikát, és tessék, legyen veled, jó? Hát akkor Agya Isten, jó napot mindnyájuknak, én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és külön öröm, hogy hát ugye mesei fordulattal élve tényleg három lépésre és két kőhajításnyira otthontól mesélek, én most itt úgy érzem, hogy otthon vagyok. És hát akkor mindjárt kezdjük is el, ilyen interaktív módon, maguk szerint kinek szólnak a mesék, úgy eredendően. Közben leülök, hagyok egy kis gondolkodási időt. Mindenkinek. Mindenkinek, de úgy, ha választani kell, hogy a gyereknek, vagy a felnőttnek, akkor kinek? Valamikor régen a felnőtteknek találták ki a meséket. Az ugye úgy volt, hogy ha régen felnőttek meséltek egymásnak népmeséket, aztán a gyerekek meg ott voltak, aztán éppen nem ilyen életkorban voltak, hát annyit fogtak fel a mesékből, amit éppen köllött. Aztán volt egy romantika, akkor egy kicsit elkezdték ezeket a meséket úgy lenyírogatni, lecsipegették ezeket a vadhajtásokat, lecsipegették esetleg ezeket a kis burkolt tartalmat, és úgy gondolták, hogy na így ma éppen jó lesz a gyerekek szájába is, hát azóta gondolják, hogy a gyerek, hogy a mesék eredendően a gyerek, vagy a mesék a gyerekeknek szólnak. De hogy az egyik adatközlő bácsi, az nagyon helyesen megfogalmazta, hogy a mesék nem az arunkaknak szólnak, hanem az igazi arunoknak. Úgyhogy én most ilyen igazi arunoknak szóló mesékét hoztam el maguknak. No, ha tudja ki, hogy mióta van szerelem? Ez az a rész, mikor közben lehet szólni, ez ilyen interaktív mesekodás, ez csak sok. Hát Adam Évátú, hát ez nagyon jó! Már hogy mikor az Úristen megteremtette Adam! Alexandrőn elgyönyörgetett abba az emberbe olyan szép volt. Hát ugye betette Ádámot a paradicsomba. Ez az ember még lődörgött, igen, lődörgött oda, de hát nem találta helyt abban a nagy világban. Gondolta az Úristen, hogy Ádám biztos az olyan búvónatos, mert hát egyedül van, az kőne van neki valami tars. Gondolkozott az öreg, bemint a műhelybe, így megvakarta a fejét, körülnézett. Azt látta, hogy maradt még ott valami materiál a világ teremtéséből. Volt ott a két jó simulékonysága,
Az őzik a szerénységi bű, a madara cséfességi bű, a digu is kegyetlenségi bű, még el ne felejtsem, a kutya hőségi bű. No az Úristen, fogta ezeket a maradékokat, jó összegyúrta, csak hát ugye minden bűvivel éppen csak egy kicsike volt, ha nem volt elég. Na mit volt, mit tenni? Almot bocsátott Ádámra. Kivette az egyik oldalboldacskáját, az hiszik, vagy nem? A fa, ippa, elég lett. Elkészült Évacska. Hát a jóisten szépen fogta Évacska, tette oda Ádám mellé egy nagy farnyika bosztan, az öreg onnan föntről lesekedett. Várta, hogy mi lesz. No, mikor ezek ketten megébredtek, hallja. Először ilyen szúros szemekkel néztek egymásra, azt olyan tisztes távolságot tartottak egymástól. Az egyik az egyik sarokban, a másik meg a másik sarokba kuksolt. Az hát nem tört bele egy kis idő, halljak. Hát ezek már elkezdtek úgy kacsingatni egymásra. Ma közelebb mentek egymáshoz. Nem telt el pár hét, hát majd máshol is szóltak. Hiszik vagy nem, de egy idő után ezek ketten olyan nagy barátságot kötöttek, hogyha elkezdtek játszogatni abban a paradicsomban. Tjú, a jóisten gondolkozott, az hát mégis előírt valami szabályokat számukra, hogy hát melyik falnak a gyümölcsű, ehetnek, melyikről nem, meg megengedte nekik a szerelmet is, de csak egy évben. Hát innentől kezdve kérem szépen volt szerelem, de csak egy évben egyszer. S hát, tudja ki, hogy milyen az asszonyi lélek? No, milyenek vagyunk mi nők? Ez is olyan interaktív. Tálhatatlanek. Tálhatatlanek? Hát még milyenek az asszonyok? Csak tálhatatlanek? Rafináltak. Rafináltak? Azt még milyenek? Simulékonyak. No, az urak nem mennek meg szólalni? Milyenek a nők? Szépek, csinosak. Szépek, csinosak, még ha szeretik úgy irányítgatni is az embert, nem? Na, elég a hozzá, hogy Évacska szépen oda ment Ádámhoz, mondta neki, hogy te Ádám, hát most ma menj el a jóistenhez hoztam, kérj már egy kicsikével több szerelmet. Ádám meg nézett ilyen nagy szemekkel, hogy ő, menjen el egyedül valahova, azt intézzen el valamit az asszonynél. Ő, nem már elmenni. Hát mit volt, mit tenni? Ezért ketten fölkerekedtek, elmentek a jóistenhők, az asszonynél. Elő! Az ember még ullogott utal. No, elég a hozzá, hogy odaértek a cipát. Kopogtattak a jóistennek az ajtaja, no, még egy kicsit lehetett volna kopogtatni, mintha mesélt. Még visszamehetek. Elég a hozzá, hogy aztán Évacska vazgolta, hogy miről van szó, hogy ha ő egy kicsi kével több szerelmet kérne. No, jó van. De a jóisten fáradt volt a világ teremtése után, nem szólt semmit, csak így bólintott egyet, csendesen azt súgta Évacskanak, hogy jó van Évacska, legyél szerelem most ma akkor. Fél évente egyszer. S hát volt szerelem fél évente egyszer. No de hát tudjuk, hogy az asszonyok ma milyenek, ott hátul nagyon jó segítettek. Évacska újra elkezdte egy oldalba végetni Ádámot, hogy Ádám, hát most ma menj el te egyedül. Hát Ádám újra nem mert elmenni. No, ketten ezek osztan újra fölkerekedtek, újra bekopogtak a jóistenhő, újra elmondták, hogy mit akarnak. A jóisten még mondta, hogy hát jó van, akkor most már legyél szerelem. Havonta egyszer. Hát volt szerelem, havonta egyszer. Na de el kell mondanom, hogy milyenek azok, hogy milyenek vagyunk mi nők, milyenek az asszonyok. Tehetetlenek. Már hogy Évacska újra elkezdett duruzsolni Ádámnak, s hát mit volt, mit tenni ezek? Újra fölkerekedtek, újra elmentek. Dehogy ma a jóistenem, ma ugye szaborzóta a szemöldök, így ránézett Évacskára szúró szemekkel, azt mondta neki, hogy te Éva, hát most már elég legyen ebből, hát lesz szerelem ott, amikor akarjátok, s akkor, amikor akarjátok, de most már nekem ezzel ne járja a többet vissza. Hát hallja, a Évacska egy kicsit megszeppent, ami hát ilyen erős választ kapott a jóistentől. De aztán az asszony azt gondolta, hogy most a jóisten mit is mondott. És akkor itt kipirosodott a rúzsa, az arca, s halljak,
Ezért ketten újra visszamentek nagy boldogságba a paradicsomba, s azt mondja, hogy ező te van szerelem, de jó jegyezik meg, hogy szerelem is csak akkor van, mikor az asszony akarja. Ropog már az aldeszkája, ide-oda jár a lábatyuhája. Indulunk a Mennyországba, ott is leszünk nem sokára tyuhája. De nem ropog az aldeszkája, felírtünk a Mennyországba tyuhája. Szent Péter ezt, ha még látja, bizony Isten megkívánja tyuhája. Na jó, látom, ha kezdenek korodni, ha azt mondja. Hát most egy olyan mesécskét mondok el maguknak, amit én először délvidéken, a Vajdaságban hallottam. Azt én azóta ezt mindig mesélem, mert szerintem fantasztikus. Hiába van többféle módon fölgyűjtve, én csak ezt a verziót mesélem. Már ha történt egyszer, hogy az egyszerű kisfiam szeretett volna elmenni a balba, az addig-addig kilőtte az idesanyját, addig-addig javart az asszony nyakára, míg a csak elengedte. Na de a bal icakalja, azt mondta az asszony a anyának. Hallod, te anyu, hát aztán gyazzalm az üzességedre abba a balba, ne beszéljed, mert ha tudod, az a anyok legfétettebb kincse. Ó, mondta Jan, hogy jó van, édesanyám, ne aggódjon, hát vigyazok én majd rá. Hát, este szépen a Jan föltözött, kiszifrazta magad, elmenj a balba. Hát ott a balteremnek a sárkába, hát úgy leült egy lócorra, leült egy padra, s hallja, hát két marikra futtam, micsoda jött. Hát ment arra egy legincs, ma csak szemet szúrt neki, hogy mit csinál ott a Jan, azt kérdezi is tőle, hogy te, mit margolsz ma ott a markodban? Mit csinálsz? Te legény, hát mit csinálok, mit csinálok? Hát tőzöm a szüdességem, hogy elné veszélye. Mert az a jajnyok megfintettek kincse, ha te nem tudod. Ó, a legény így mondta, hogy jaj, hát szerencséd van, mert hát én egy szabó legény vagyok. S hát majd fővárom én neked azt a szüdességet, hogy elné veszélye. Ha? Egyszerű kis jajnak, hallja, oké? Tetszett ez a gondolat. Hát, ezért szépen ketten megfogtak egymás kezét, szépen fölítegettek a létrehozhatott a padláson a holdvilágnál. Befeküdtek abba a finom, friss szénába, s hallja, hát ott a holdvilágnál ez a szabó legény hadbizom, elkezdett dolgozni, elkezdett várni, no, elég a hozzá, hogy fővárta ezt a szüzes, egyszer, fővarta ezt a szüzességet kétszer, és hallja, nem kellett neki olyan sok idő, az a szüzesség ma harmadjóra is meg volt erősítve. Na, mondja is a legény, hogy no te jaj, hát ma nem kell aggódnod, itt ma minden rendben van, semmit nem fogsz elveszíteni. De a mi anyunk a hódvilágnál csak hati pillogtat nagy ártatlanul, szíja azt a friss levegőt, azt mondja a legénynek, hogy te, tehát nem a még egy kérése. Hát várjunk rajta ma még egy sort, hát attól tartok, hogyha csak kirajtolódik. Hát, ami legényünk, hát ugye próbálkozik, próbálkozik azzal, várra a sor, de hát ma nem megy neki a dolog. Mit volt, mit tenni? Azt mondta a Jajnak, hogy te Jaj, hát hallod, én nem hoztam magam ma ebbe a balba elég tűt, meg célnalcsit, ma nem tudom azt megerősíteni, de hát egyezzünk meg, hogy a legközelebbi balon találkozunk, és akkor újra fővárom neked azt az ürességet. Na, akkor ezért ketten szépen elbúcsúztak egy mostunk, azt mindenki ment a maga dolgára. Hát ami anyunk is ment hazafele az icak a kellős közepén, azt az idesanyja, hát még ma toporgott a kapuba, hát ma a Jant varta, amíg megérkezett a Jant, kérdezte is tőle, hogy na, mi történt, ha táncoltál valakivel, megismerkedtél valakivel, kivel, hát meséljél ma! Hát a Jajnyunk, hát ám még igen nagy pofas volt, hallja, oké? Na elég a hozzá, hogy ezért bementek szépen a házba, leültek, azt a Jajny elkezdte mondani az élménybeszámolóját, mondta, hogy idesanyám,
Hát találkoztam egy szabolekinnyel, azt az azt mondta, hogy megerősíti a szüzességet. S felvartuk azt a szüzességet egyszer, s halljak, amint az a szüle ezt így hallotta, hogy így fönnagadt a tekintete, nem akartál hinni, hogy miről van szó így elsőre. De ajaj, te nem vette észre, hogy csontba kellene maradni, hát mint említettem, eléggé nagy volt a szalja. No, de elég ahhoz, hogy elmondta, hogy fővartuk másodjára is, fővartuk harmadjára is. Aztán olyan ides anyja, ha te ma sok információt olyan rosszul lett, hogy ma le is kellett ülnie. De hogy olyan, ha te még akkor is folytatta, azt mondta, hogy ides anyja, hát én mondtam ennek a legénynek, hogy várjunk rajta ma még egy sort, mert úgy háromszor még csak kirőlt a lógyi. De azt mondta, hogy nem hozott magával elég tűt, meg cérnat. Pedig ides anyja, hát engem. Hát vége tudom marsó, hogy engem igen nehéz becsapni, mert hogy én a hódvilagnál láttam, hogy a tő mellett még két gombolyak is van. No, hát ilyenek lennének ezek a fölnőtt mesék, de hogy vannak tündérmesék is, amiben mégis olyan fordulatok vannak, amiket hát így a mindennapi életben nem biztos, hogy elhiszünk, hogy megtörténik velünk, de az így mégsem mesélni gyerekeknek. Ez egy székely osztalba gyűjtött mesécske lesz. Hát hol volt, hol nem volt? Hetet hét országon is túl. Ott ahol a kurtafarkú kismalac túl. De lehet, hogy azon is túl. Hát a kidőlt kemencének a bedőtt oldalának, volt egy nagy fa. Annak a falnak volt 365 alga. A 365 egyik algon volt 365 levélke. Az hallja, oké? A 365-ödik levélkének, de annak is a ma legalsó részén volt egy bóha. Annak a bóha, annak a vasalban volt egy könyv, talán éppen ilyen könyvecske, mint valamelyik itt a könyvtárba van, és bizony, annak a könyvnek a 365. oldala, no, ott található meg ez a mesécske. A Cégelyország kellős közepiben volt egyszer egy ember, mindenki csak Ambrusnak híta itet, és ennek az Ambrusnak volt egy jána is. Halljak, de az a jány, hát az igen helyeske volt, ilyen kis csicseske, ilyen kis faroska, csak tudja, hát az a kis bunda a süregecske. Hiányzott onnan a jajnak a lába közül, hát mindenki úgy is hitte, hittet, hogy a csorba jaj. Na elég ahhozza, hogy mikor a jaj ma eladó sorba került, hát ugye senki nem akart a feleségül venni, hát kimennem a feleségül egy csorba jaj. Az Ambrusba igencsak búna keresztette a fejét, hogy jaj, már nyakon marad a jaj, mi lesz szépen? S halljak, egyszer csak a varjak fülibe jutott, hogy mi búsú az az Ambrusba. Most ez is ilyen interaktív rész lesz, maguk szerint. Kik lehetnek azok a varjak? Na kik azok a varjak? Hát bizony, az egy nagy tudós nemzetség. Ugye hát hozza, viszik a híreket. Néha olyanokat is mondanak, amik nem biztos, hogy megtörténnek. Na de elég ahhozza, ugye varjak fülébe jutott, hogy mi búsú az az Ambrus Baosz, mondta a kis neki, hogy Ambrus, te ne búsulj! Hát menj el, Kati néni, házi pati kajabosz, majd ott megtalálod a jajnod lába közébe valót. Ambrus balba hallja, hogy egy kicsit úgy visszaszalt az élet, mert hát az öreg ma igen fehérkés volt. Azt így fogta magad, elindult Kati néni. Na de hogy ma a Kati néninél bizony a várják jártak, azt elmondták, hogy mi aradva lesz Ambrusba. Ó, mondta is Kati néne, hogy Ambrus, te ne szólj semmit, csak gyere be a házba. Hát halljak, a ház első szobaj az ilyen szépen fehére volt, messzele, mint amilyen fehére kit is a fal. Azt a falakban ilyen jó nagy százasszögek be voltak verve. S halljak, ezek a kis mindenféle alkatrészek ott lógtak azokon a százasszögek. Mondta Kati néne, hogy na Ambrus volsz, melyik van itt szőke, barna, verés, szesze és bodori, ha miért akarsz a jajnodnak? Ambrus így néz, néz. Nyert egy nagyot az öreg, azt mondta, hogy hát, legyen a szőke. Akkor bizony, hát lehet, hogy ilyen volt valamikor, hajtalan, és igen. Amit kell, azt én is meghallom, meg tovább is adom. Na, elég
visszatette egy papírzacskóba, jó, visszaszorította a papírzacskónak a szajat, azt azzal az instrukcióval adta oda Ambrusbólnak, hogy Ambrus, te szorítsd ennek a papírzacskónak a szajat, mert ez igen karmos, azt ha utáltalál, akkor kirepülsz, vége a világnak. Ambrus így megfogta ezt a papírzacskót, két kézzel szorította az öreg, nyelve közébe kapta a lábot, mint annak idején a feleségének hozta a szavat hazafele. Mesélj el! No, én igaz hozzá, hogy tudja ki, hogy milyenek a székely emberek? Vagy hát a székelyekről is mondják, szerintem minden ember olyan. Huncut? Egy rettentően kíváncsi volt az öreg. Elkezdett gondolkozni, hogy vajon ez a kis böndöri alkatrész vajon jól érzi maga ott abba a papírzacskóba. Hát, egy fűzfonak az arnyikába szépen leült az öreg, kicsit megnyitotta a papírzacskót, s akkor az utattalos szállt főfelé. Egyenesen rászállt a fűzfonak az ágor, s ott elkezdte illegetni, bűlegetni, meg telegetni magát ez a kis böndöri kis alkatrész. Ambrusból meg újra kiszállt a lélek, hogy jaj, most ma mi lesz? Az ma tényleg saját hibája, hogy nem adja férjé a jajnyat. No, elég áll hozzá, hogy az öreg rettentő nagy pipas volt. Hát az első dolga az volt, hogy elővitte a pipajat, megtömte ilyen jó kis hazai dohánnyal, azt ott az öreg elkezdett füstölni, csak úgy elégette kifelé azt a büdös füstöt. S hát nem tudom, hogy van neki maguk között dohányosok, de azért ezt a viccet elmondom, hogy adjak tovább. Tudja ki, hogy mi olyan büdös a dohányfüst, a pipafüst, cigifüst, mindegy milyen füstű van szó. Mi lehet olyan büdös? No. Ha valaki a maguk környezetében dohányzik, vagy néha netán szeretne dohányzásra adni a fejét, akkor nyugodtan mondja akár neki, hogy a dohányfüst azért olyan büdös, mert az ördög belétingott. Aztán mondja, hogy ilyen jó ízűen szíja most már ezt az igazit. Na igaz, hozzá, hogy Ambrusba ugye ezt a büdös füstöt elégette kifelé, és mikor ez a füst szépen elírta ezt a bondori kis alkatrész, az így megrázta magát, megijedt, visszaszólt a papírsuskolba, az öregnek még ilyen jó reflexei voltak, megfogta a papírzacskó szája, oszta a szaladtóba, ment hazafele. No, amint hazaért, az öreg így kihúzta magát, így kinyomta a mellét, behúzta a hasalt, azt mondta neki, hogy na jó, anya, ide nézd, mit hoztam neked. No, nézd át csak! Hát, ekkora Jani, nézte, nézte! A cipra megfogta, a lába közébe illesztette, a jó kis házipainkával ezek szépen odafogadta! És ilyenkor itt el szoktam lőni azt a poént, hogy hát, akkoriban nem volt plasztika és sebészet, úgyhogy csak palinkával tudtak megoldani a dolgokat, de hát maguk most nem mosolyogtak. Na igaz, hozzá, hogy innentől kezdve ma nem volt csorba a jajna, még volt szerelme. Az ha a faluhelyén, legalábbis felén kéményben azt mondja, hogy ahogy jajnos ház van, ott a kutya, hát mindig ugat, mert ugye mindig arra sértepertének a legények. Na, Ambrus bajék, na is volt egy kutya. Azt ez a kutya halljak, igen jó itt, de csak addig, míg a jajn csorba volt. Hát innentől kezdve, hogy a jajn még volt szerelve, az a kutya. Így áll nappa, ugatott majd sípót, a tüdeje majd kiköptet. Na igaz hozzá, hogy a mi anyunk a sok nélkülözés után kitalálta, hogy ő csak olyan legényhő, mint figyhő, akinek kettő is. Na, föladta a leckét bizony a falubeli gyerekeknek. Hát, Ambrus, no, ott már megérkezett a poén. Ambrusba újra megfogta a fejét, hogy édes Istenem, hát honnan akasztok le én egy ilyen legényt? De hogy Ambrusba egy szomszédjából lakott egy igen huncuk legényke, azt azért gondolta magába, hogy na, majd ő megmutatja, hogy el lesz neki kettő. Hát szépen az egyik nap fölöltözött, fővette ugye a fekete nadrágot, fekete csizma, fehér inget, azt úgy nagy titokba, mind a két csizma szarrat ne pesélte, azt hát úgy kiállt a kapuba, úgy várta, hogy majd csak jön arra a jön. Na nem kellett sokat hallnia, jött a mi anyu, mondta a szoknyolja, hogy tiszta búza, tiszta búza. Nem tudom, ezt mondja, mit muszlán is? Nem. Nem? Felén kéményben utált csak, hogy amelyik jön szépen lép a népviseletbe, annak a feneke hatig ringadozik, azt azt mondja, hogy tiszta búza, tiszta búza. Aki meg ilyen csúnyan, ilyen nagyokot lép, annak még azt mondja, hogy rossz, rossz, rossz. Az én kedvenc
cím az az, hogy krumpli, krumpli. Mikor melyiket mondja a kérnéden az öreg asszonyok? Na igen, hozza, hogy jött a mi anyunk, mondta a feleke, hogy tiszta búza, s ha csak szemét szúrt neki, hogy a leginyotta adok ahhoz mind a két csizma szarra, hat vizes, kérdezte is tőle, hogy te. Hát ma mit csinálta? Hát mi vizes mind a két csizma szarrad? A legény kihúzta magad ilyen hegykén, azt mondta, hogy hát, az egyikkel lepeseltem az egyiket, a másikkal meg a másikot, mert nekem kettő is van. Hát én ne tehetem. A Jánnak kinyílt a szeme, rúzsás lett az orcája. A szaladt haza az idesapja, ahol hanyat homlok, azt mondta neki, hogy idesapám, hát megvan a megfelelő neki. Az öreg, hát nem akarta elhinni, de azért mégiscsak elhitte. Neki fogott a sütésnek, főzésnek, készült a lakodalomra hajjak, a kíméig ma alig bírta kielégetni a füstöt. Na igen, hozzá! Meg volt az esküvő, meg volt a lakodalom. Az biztos tudjak, hogy ilyenkor mi jön az ifjú par számára? Hát a nász éjszaka. Hát hogy mi történt meg, mi nem ott a nász éjszaka, én nem tudom, mert nem voltam ott. De hát azt mondjak, hogy úgy egy idő után azt mondta az asszony Gergelynek, mert hogy így hívtak a legényt, hogy no Gergely, és ma velőveheted a másikot is. Ó, akkor Gergely ilyen boci szemekkel, mint ahogy Adam tudott nézni annak idején Évacskara, na ránézett az asszonyra, azt mondta, hogy te, hát nekem be kell is menjen valamit. Hát a lakodalom előtt a kisbíró kidobolta, hogy akinek kettő van, annak az egyiket be kell szolgáltatni. Mivel egy tisztességes gyerek vagyok, ez így az egyiket beszolgáltatom. Az asszony elkapta a pulykavéreg, hogy annyi az ő, azt az ő megkérdezéses beleegyezése nélkül, hogyan merte bárkinek is oda annyi. Az asszony fölkerekedett, fölöltözött, ment egyenesen a bíróhoz az éjszaka kellős közepén, elkezdett belörömbölni a kapun, azt kiabalta, hogy ami az övé, azt szokvetlen adja a vissza. Hát, a bíró meg nem hiába volt az aki. Na, azt mondta az asszonynak, hogy jó van, megkapod, ami a tiéd, de csak akkor, ha velem töltesz egy éjszakát. Hát, az asszony ráadt a dologra, eltöltötte azt az éjszakát, azt úgy hajnalba hallja, oké, hát még hazafelé az asszony a jár, de másik oldalon, még hát ugye Gergely a férje battatott. Mikor az asszony meglátta Gergelyt, ránézett ilyen szúrós tekintettel, csak úgy szikrázott a szeme, azt kiabalta, hogy Gergely, te, hát már mi a jobbikat köllött oda? Elmúltak a mézes hetek, azt, hogy mit csináljak veled. Szedd össze a sátor felett, látogasd meg az anyádat, látogasd meg az anyádat. Hogy elmúltak a mézes hetek, azt, hogy mit csináljak veled. Neki menjek, ne menjek a fekete szemednek, inkább iszom három deci kevertet. Van nekem egy csíkos gatyám, abba hordom a ceruzám. Minden este írok vele, mégse kopik el a hegyel, mégse kopik el a hegyel. Van nekem egy kószos cipő, ki kell félni, nincsen idő. Haragszik a feleségem, három hetel nem kell félem, három hetel nem kell félem. Majd megvágjak. Mert hogy nem csak a mesék, a népdalok is ilyen pajzalnak, aztán énekelték ezt táncházba virradatig, mert hogy ennek még van vagy 20 versszaka. No. Azt tudja, oké? Hogy az állatok mi finek az embertű? Mi hiszik azt, hogy minden embernek puskája van, mert ugye a nyúl is elszalad, hogyha még volt egy ember. No. Az öregek azt mondták, hogy ez így van ez a nagy talalmány. Hát már hogy valamikor régen, hát volt egyszer egy szegény asszony, még egy szegény ember, volt egy házacskájuk, aztán ezek ketten ott idegítek, volt egy kis földjük, volt két szép ökük is. Egyszer azt mondta az ember az asszonynak, hogy
Jasszó. Ha én befogom ezt a két szép bögröcskét, elmegyik, főszorgom azt a kis fődet. Jó van, mondta az asszony, menjék, szarcsak fő. Na, az asszony szépen ugye a talisznyolba beletette a szalonnat, hagymat, kenyeret, ami körülött az ilyen munkahó. Az ember befogta az ökrököt, azt az erdő mellett ment egyenesen a földek irányába. Na igen ám, de hogy az az ember az igen szerette, tisztölte, becsülte azt a két tökröcskét, és olyan szépen szólt hozzájuk, mindig azt mondta, hogy Cselo, hajsz két szép bökröcském! S halljak, amint ilyen szépen beszélt az ember az ökrökhöz, ott volt a medvás, még hallotta. Azt így gondolta magába, hogy ugyan ma, na te, valóban ilyen szépek azok az ökrök, hát ma, ugyan, ő megnézi. Az ember, a medve odason fordult az ökrökhöz, s hatlas csodát, tényleg olyan szekély szép volt az az ökör. Na, a medve így fogta magad, kiugrott az erdőből, egyenesen az ember elé osztani a szép emberi hangon, mint ahogyan most én beszélek magukból, megkérdezte az öregét, hogy hát, hallja Éva, hát mi olyan szépek ezek az ökrök? Jaj, medve, medve, hát egy kicsit meg volt illetődve az ember, hát ő nem minden nap találkozik beszélő medvével, nem tudom, hogy maguk ma találkoztak-e, de ő meg volt lepődve, azt mondta, hogy hát medve, ezek az ökrök az ilyen szépek, mert hát kilettek hár éve. Gondolkozik a medve, gondolkozik a medve. Azt mondja, hogy hát ember, az ha engem is kihárén, hát én is ilyen szép lennék. Hát az ember vakarja a fejét, és azt mondja, hogy hát medve, én nem tudom, hát minden bizonyja. A medve akkor úgy lelkes lett, fogta magad, hanyatlotta magad, kinyitotta a lábat, azt mondta az embernek, hogy ember, hát most ma akkor herényé kiáltja. Hát a medve, az ember így mondta, hogy te medve, hát aztán faj az a heréli is, sokáig fajni fog az a seb. A medve az nem látott, nem hallott, az csak szép akart lenni, mint az ökör. Na mit volt, mit tenni? Az ember elővette a bicskalja, s hallja, nem tölt bele két pillanat, a medve ki volt heréve. Az olyanokat kiabott, táncolt jobbra, táncolt balra, mondta az embernek, hogy ember, hát nem mondtad, hogy az ennyire faj, hát most ma vett tudomásul, hogy ha holnap is ennyire fog fajni ez a sérülés, akkor én helyélek ki téged. Hát, mit volt mit tenni, az ember meghallotta, amit meg kellett hallania, azt így fogta magát, elmint főszantotta a fődekét, s azután ment hazafele. No de az asszony, hallotta rajta, hogy valami van az emberre, ennek az embernek valami baja van. No, az annyig-annyig járt ugye az ember nyakára, míg az ember csak elmondta, hogy no asszok, hát én holnap elmegyek még azt a kis részt, ami nem lett beszántva, beszántom, aztán hát úgy jövök haza, hogy ma ki leszek én is hár éve. Az asszony, hát halljak annak ugye, úgy fölcsillant a szemeának, az asszonynak, azt mondta, hogy no hallod ember, hát te holnap maradjál csak itthon, őrizd a házat, süssél, főzzél, meg lásd el az állatokat, majd elmegyek én holnap szántani. Hát az asszony fölkerekedett, fejre nyomta az ember, kalapjot, fölvette a gúnyolja, fölvette a talisznyot, ment az ötrökkel. Na de alig írta el az erdőt, a medve ma ott volt, kiugrott, megfrogta ugye hát az ember bőrbe alca az ott asszony, leterítette a földre, lirantotta a nadragja, s uram teremtő, akkor nézett ám csak nagyot a medve. Ember, hát neked még nagyobb sérülésed van, mint nekem. Jaj, mennyire fajhat ez neked. Te ember, hát én most elmegyek, hozok neked forrásztófüvet, te csak maradjál itt, meg sem otszagy, nehogy egy lépést tegyél. Akkor a medve kinyújtotta a jobb kezét, kinyújtotta a bal kezét. Ugyan nem, mindegyik keze felül éppen arra járt egy nyúl, megfogta a nyulakot, odaállította ugye az emberbőrce bealca az ott asszonyhoz, azt meghagyta a nyulaknak, hogy nyulak, legyezgessétek ezt a sérülést, mert ha egy légy ide szól, akkor én megeszem benneteket. Ha a medve fogta maga, elmint keresni a forrasztófüvet, anyuszikot, meg csak így legyezgettek. Na igen, ám, de hogy a sok legyezgetésben már a nyulak is elfaradtak egy idő után, s hallja? Az egyik nyúlnak nem volt olyan jó a reflexe, oda szólt egy légy, jaj, és
egy kis idő után vette észre, hogy ott van, de úgy meg ijedt a nyúl hajjal, hogy a nagy legyezre tízből akkora csapott oda arra a nyílásra, hogy az az emberbőrbe alcázott asszonyhadú elszellentette maga. Hát jó anyulak, mit ijedtem? Szaladtak! Olyan gyorsan szaladtak, hogy még a medvét is utolérték, csak így messzörű kiabaltak vissza a medvének, hogy medve, ha szalad gyorsan te is! Hát ennek az embernek bőrpuskalja, most talán még mivel is lett a lalőni. Na ez őtte van, azt mondja, hogy hát ugye a nyolas az állatok félnek az embertől, mert ugye mindegy elment a híre, hogy hát minden embernek bőrpuskalja van. Van egy olyan kedves mesécske, ami már nem lesz ennyire fajzalnak, de hogy én ilyen 12-3 éves koromban úgy ebbe feleztem fel először, hogy na itt ma tényleg itt van az erotika, és anyuka, hogyan nem, mert hogy én úgy jártam mesemondó versenyekre, már akkor is meséltem, és mindig ezt el akartam menni, hogy majd én ezt elmesélem. A szülői cenzúra még működött, ő még mindig mondta, hogy nem, semmi ilyesmit nem mesélsz. Aztán amikor egyetemre kerültem, akkor ez volt az első olyan mese, amit ma úgy hát úgy tényleg pajzal meseként kezdtem el mesélgetni. Ez máskülönben egy élettörténet, és Kóka Rozália túl hallottam, ő is ugye egy nagyon híres mesemondó. Hát van egynéként két néném, a Csinka meg a Luca. Azt mikor ezek fiatalok voltak, úgy, de úgy szerették hallják a legényeket, hát már még holtak hírettik. Mindegyiknek volt egyszerre két-három szerettője, fene tudja. Egyik este jött hozzájuk, egyik kettő, másik este még a másik kettő. Hát mi anyok, eljuhattunk az első házba. Idesanyám még a kösebb néneim hatú hallogattak. Na, idesanyám tudta, hogy milyen rosszak a néneim. Ez így minden lefekvés előtt erős még hagyta nekem, hogy te Klara, ügyelj, nehogy a néneik becsapjanak valakit az ablakon. Az, ha valakit mégiscsak behínálnak, te gyere hátra, s adja a hírt róla. Ó, mondom, hát aludjanak csak nyugodtan, idesanyám, már én minden rűk hírt adok. Amint, hogy idesanyám meg idesapám lekoppintotta a szemiket, a néneim nyitottak meg az ablakot, s eresztették be a legényeket. Hát azok meg hoztak nekem almát, píz, bombont, mert én a bombont igen szerettem ma akkor is, s én akkor ott álltam az ajtóba, s imma kétszeresen úgy álltam. Elég van hozzá, hogy ha mikor a legények megérkeztek, a néneim elfúttak a lampost, s a setétbe befeküdtek a legényekkel az ágyukba. Ott kacagtak, vihogtak, gyuszoltak az ágyakot, s tudom is én, hogy mit csináltak. Én még ott álltam az ajtó előtt, s őt meg a kíváncsiság, hogy mi a nyavajon tudnak ezek annyit kacagni. Hát gyakracska, amikor már mentek a legények, kérdezgettem én a néneimét, hogy Csinka, Luca, hát mondjatok már még, mi a nyavajon tudtok annyit kacagni azokkal a legényekkel? Azok meg, hát nehogy elmondtak volna nekem, mint ugye kisebb testvérnek, hát olyanokat kacagtak rátam, hogy néha még be is pisíltek. Na elég a hozzá, hogy egyszer aztán a vége lett a jó világnak s kacagásnak. Mert egyszerre talált jönni hozzájuk négy legény. Ezek az ablak alatt, mikor összetalálkoztak, hallja, úgy verték egymást, ahogy csak találtak. Na elég a hozzá, hogy erre a nagy kiabalásra meg verekedésre idésapám is megöbrett. Hát mit ne mondjak? Hát a néném is kaptak. Én is kaptam ez ilyen nagy vigyázásig. Na, idesapám, azt mondta a nékeimnek. Amiért ilyen rútú csináltatok, mint valami lepedatúrak, ezentúl ti kis hatuk ő, hogy halljatok a hadsó házba. Hát halljok? Hogyan ne? Én ott maradtam egyedül a nagy otthonban. Hát én ma sokat gondolkoztam róla, hogy ma jól lenne nekem is valami szerető. Na de a néneim ilyen jó csecsesek, falosak voltak. Én meg olyan lapos voltam, mint a mallélapító. Kicsike is voltam, aztán nem kölöttem senkinek. Na imma, hogy érni hallogattam, egyik nap, hát megyek ki a kúthó, s gyűn velem szembe egy legény, hát egy falon vérgy, azt mondja, hogy hát
Nehézé az a víz, Leonka? Ó, mondom, hát nem is könnyű. Aztán egy kérdezgetett tovább, azt kérdezte, hogy aztán van-e imma a szeretőd? Ó, mondom, hát kő az a nyavajának. Na, akkor ezt mondta Lenino, ide figyelj, te csak iszak a közs meg a kutya, azt én majd elmegyek hozzá a guzsájba. Jó leszi? Hát, ilyen unott abrazatta, azt mondtam, hogy nem bánom, na, gyűjjön, ha majd jönni akar. De halljak, én nem mutattam, de úgy megörültem, hogy reppendem-e! Hazamentem, gyorsan megkötöttem a kutyát, azt ma vártam, hogy besötétedjen. Na, sötétlet, azt jött a gyerek, amint ígérte. De hát én magosabb voltam, attól fittem, hogy én is úgy járok, mint a néneim, azt mondtam neki, hogy mi szépen menjünk fő arra a pallásra. Hát fölmentünk a pallásra, és mint ahogyan az előbbi meséből tudjuk, hát mi is befeküdtünk a szénába. Azt ott a legény, először hadd csak úgy szépen beszélt nekem, hogy így, meg úgy szeressem ő, és tudom is én, hogy mit akar. De aztán, hát kezdett gamat lenni, akart engem egy tömöcskőn. Tusakodtam, Bérát, tusakodtam, de hát nem. Azt hittem, hogy valami kard ész bennem, én úgy megijedtem, hogy akkora csikolytottam, hogy ez a bolond legény a rajtolja a legfelső foka alul leszököt. Ügyes apámnak meg ma ki voltak érezve az érzékszervei, hogy hat mire kell figyelni. Mikor meghallotta ezt a kiabalást, elé együtt gatyás, amit tartotta a gatyájól, aztán kergette a legényt a kertekén. Na hál' Istennek azért meg kell mondanom, hogy a legény jobban szaladt, mint idesapam, hogy aztán megmenekült. Én bolond, meg úgy hát nem, hogy fennmaradtam volna a palláson, hanem lemaszt. Na, mikor engem apa meglátott, mondja, megragadott. Ki volt az? Mondd meg, mert azon nyomban megnyugasztalak. Én pillantottam ilyen nagy ártatlanul, azt mondtam, hogy én nem tudom, hát én kint jártam, azt hát rám is rám ijesztettek. Hát, édesapámnak mindig jó anya voltam, így aztán hál' Istennek meghitte nekem a dolgot. Na, Eliga hozza, hogy én aznap éjszaka semmit se aludtam, úgy lobogott a szemem, mint valami pityóka gyertya. Na Eliga, hozzá! Másnap reggel fölkeltem, azt hittem, hogy ma minden elfelejtődött. Na de akkor jön a szomszédasszony, kezibe a gaginnek a kalapja, azt mondja, hogy ha, jó napot adjon Isten Izidorba, hát kérdekéli ez a kalap? Ó, apa mindjárt tudta, hogy ki a kalap, de azért neki is volt egy csepp esze, nem akarta, hogy olyan nagy szigénben maradjak, azt mondta, hogy a miénk hat, így elvallotta a kalapot. Amikor a szomszédasszony elment, engem apa megint maga a hóhét. Na ide figyelj, te Jan! Add vissza ezt a kalapot a gazdajának, aztán mondd meg neki, hogy ne ijesztegesse masanyat az icaka, mert majd egyszer őt is megtalálja a kiheszteni. S hallod, te Jan? És én hazudozzal nekem többet, mert legközelebb a regény helyét tészök szálltak át. Megértettük egymást. Hát... Akkor be kell vallanom, idesapám úgy rám ijesztett, hogy én egy jó darabig nem mertem buzsajoskodni. Na de osztam, mikor ma kitanultam a tudomány. Vanna a többet. Itt volt, másá volt. Na, és hát akkor most jöjjön egy fölvidéki mese, amit Gömörországba gyűjtöttek. Ez is egy nagy kedvencem. Hát volt egyszer egy legény, Jancsinak hítak. Na, egyszer azt mondtam Jónosunk az idesanyjának. Idesanyja, hát most ma várjon nekem egy gatyát. Legény vagyok, udvarolgatok, aztán ha valahol ott marasztalnak, iszakarra bizony uszkal maradok. Jó van, mondta az asszony. Leszövöm neked a hétről vasznat, három rögbű varrón, gatyod, a többit meg árakjuk későbbre. Na, de pisergett a mi Jánosunk vére. Alig bírta kivarni a gatyaszövést. Hát mit volt, mit ennyi? Elballagott a gyerek gatya nélkül. Na de szerencséje volt, mert a szomszéd faluban összetalálkozott egy igen-igen szemre való Jánja. Azt addig-addig udvarolgatott a János hazna a hajjalké, hát még rászakadt az este. Azt mondta a kis Jánosnak, hogy Jáncsi te, hát maradjál itt éjszakára, ne indulja ebben a feneketlen sötétségben, mert még rád ijeszt valaki. De János, hát az csak szabódott. Hát gondolta magába, hogy
Mégse fekhetnék idegén házba. Gatya nélkül, ha kihallok ma ilyet. Na, nem maradhatok, nem alhatok, mert édesanyám még azt hiszi, hogy valami bajom történt. János csak neki vágott az éjszakának. Mikor hazaír, azt mondta az anyám. Édesanyám, most ma tényleg várja még nekem azt az egy gatya, mert ma nem nagyon kész nekem. Jó van, mondta az asszom, most ma részültem a válasznak, három rögbű, még várom a gatyát. No, másnap reggelre elkészült a gatya. Jarnosom, mikor a keze közé bekapta, így megnézte előről, megnézte hátul, vagy olyan csodálatos volt az a gatya. Na, Eliga, hozza, hogy így magára rántotta, hozta a szalát is a szeretőihő. Hát igen, ám. De hát Jánosom nem volt hozzá szokva a gatya, ahol még ha tud nagyon izgult is, aztán egy időközben megcsavarodott a hasa szelinkének. Mit tenni? Keresett egy szimpatikus pokrot, letóta a nadrágját, legugult, és pufajok. Bele a gatyába. Már hogy a gatya, ahol még mint mondtam, nem volt hozzá szokva a szelinke. Hát mit volt, mit tenni? Csak nevette azt a gatyát. Hát éppen ott folyt egy pata, kimosta, kirakta az egyik falra szarra, ami ő még befeküdt a fatövibe. Hát olyan jót aludt annak a falnak az árnyékába hallja, hogy mire fölkelt, hát ma kezdett lemenni a nap. Tyű, gondolta magába, hát a Mariska a szeretője, hát mit fog elhőz szólni, hát azt mondta, hogy máma meglátogatja itet. No, Jánosom, nyaka közibe kapta a lábot, s mentegyenesen Mariska, hó. Már szépen se jutott az a szarra dolgatja. Na igen, na, mikor Mariska haza az ír, hát ez is behúzta a hasat, kinyomta a mellét, így felszédte az állat, mert eszébe jutott, hogy ő ma nem suhansz legény többi, hanem ma igazi férfi ember, hiszen ma neki katyaja is van. No, ment oda Mariska, ahol ilyen nagy büszkén azt mondta neki, hogy na Mariska, most ma itt maradhatok nálad éjszakára. Már ma nekem is van. Hát mi van neked, mi van neked? Kérdezte Mariska. Ó, te, hát mi van nekem, mi van nekem? Hát majd mindjárt megmutatom, hogy mi van nekem. Elvel Jánosunk, fogta, s rendületből letolta a nadrágja. Hát ne röhögjenek az utáim, csak az érdekesség. Már nem volt letolta, egész tényleg húzta. Akkor Mariska csodálkozásával összecsapta a két kezét, boci szemekkel ránézett Jánosra, azt mondta, hogy Úristen, János, te hosszú. Ez hosszú, csodálkozik János, hiszen még ki tudja hallni, hogy otthon maradt. Akkor Mariska úgy meg ilyet, hogy beszaladt a házba. Jánosunk meg hadd csak, értetleni ott a ház előtt. És mikor végignézett magán, ja, akkor vette észre, hogy a gatya ott elfelejtette. No, szígyélek ki be, fölrakottam. Gatyajot! A szalad hazafele. Hát talán ez a regény még majd is szalad. No, már látom, hogy egész sokat mozgolódnak, még egy mese belefér? Vagy még mesélhetünk többet is, nem tudom. Persze, persze. No, jó van. Na jó, megpróbálkozunk ezzel is, nem tudom, mennyire lesznek jövők erre a mesécskére. Nekem sokáig tartott, míg leesett, hogy mi a vicc benne, majd megnézzük itt, meddig köröz a Na, ott volt egyszer egy szegény ember, meg egy szegény asszony, aki egy kis helyes kis faluba étek, s hát ugye, mint ahogyan a faluhelye szokás, ők is állatokat tartottak. De volt ott mindenféle állat. Volt ott tyúk, kakas, kacsa, liba, gúnor, kecske, kutya, macska, azt még sorolhatni is lehet. Na, elég ahhozza, hogy bizony abba az udvar tartásba halljak, hogy csak egy kakas volt. No, de az a kakas. Hát az olyan kakas volt, halljak. Hát az is így kihúzta magát, olyan szív tollai voltak, s olyan nagy kakas volt. No, de az a kakas bizony, a tyúkokra is rájött, halljak. Hát a tyúkok, hát azok ma alig bírtak, szusszak. No, elég ahhozza, hogy ma oda jutott az a kakas, hogy ma nem csak a tyúkokra vetemedett rá, hanem ma ránézett ma a sallatokra is az udvartartásbú. Elég ahhozza, hogy az ember ma leült a kakassal beszélgetni, azt mondta neki, hogy te kakas. Hát elég
egy ma még a tyúkokkal, hát ma mit csinálsz itt a többi állattal? Hát hidd el nekem, nem fogod bírni, s így heleléd a halablodot. Hát, jóva. De a kakas nem hallgatott az emberre, ah, csak ment a tyúk után, s mindenféle állat után. Na, elég a hossza! Egyszer csak jön haza az asszó, s bizony ránéz az emberre, azt mondja neki, hogy te ember, a kakas, az ott van a szemétdombon, s ma bizony fölfelé állnak a lábai. Jaj, az ember elsírta magad, hogy az ő kakasa megdöglött hát, mert ma nem bírta a tempót a sok állattal. Oda ment hozzá, elsiratta. Aztán mondta is neki, hogy látod, látod, megmondtam, hogy ez lesz a vége, hogy itt fogod földobni a lábaidot. Na, ma a kakas egy ideje ott feküdhetett hajjak, mert az ember látta, hogy a sas, a majd köröz a kakas föl. Na igen ám, de akkor a kakas nagy titokba így ránézett az emberre, azt mondta, hogy psz, kaszt uram, menjen ma odé, ma mindjárt lesz! Ez is egy vicc, de akkor folytatom most a rövid mesékkel. Hát, Székelyország kellős közepén volt egy ember, az is ült a fa alatt, pipaozgatott, terégette kifelé a füstöt, ha nem tudná, mit ma maguk tudnak, hogyha az ördög belefingott a füstöt. Na, elég a hozzá, egyszer csak jön az asszony, kiveri a kaput, odaáll az ember elé, azt mondja neki, hogy ember, hát azt mondjak, hogy a szomszédbú az első, hát az varangos, társ! Az ember beleszív a pipajába, kifújja a füstöt, azt mondja, hogy hát asszom, az az ázsi dolga. Az asszom, az továbbra is szórja a szikralkot a szemével, azt mondja az embernek, hogy de ember, ha azt mondja a faluba, hogy tiéd a gyerek. Az ember az csak újra beleszív a pipajába, újra kieregeti a füstöt, és mondja, hogy hát asszom, az az én dolga. Az asszom, hát ma alig bírt levegőt venni a méregtől, azt mondja neki, hogy de ember, hát én most szigyeleténbe fogom magam, megyek, és beleölöm magam az első kútba, amit találok. Az ember újra beleszív a pipájába, kiaregeti a füstöt, ránéz az asszonyra, azt mondja, hogy hát asszom, ám meg a te ez is egy élettörténet lesz, ezt is Kóka Rozália gyűjtötte, és ezt minden mesemondáson elmondom. Általában ezzel fejezem be a történeteket, de még ha szeretnék, maradok és mesélek. Csak ezt nagyon el szeretném mondani. Hát én az uramot sohasem szerettem. Nem is akartam hozzá menni, de ők kikén gazdagok voltak, kikén nagy emberek voltak a faluban, mi még rettentően szegények voltunk. Aztán, hogy hát itt és anya, amíg agyig-agyig magyarázta, s agyig-agyig duruzsoltak a fülembe, míg hat, csak hozzá mentem feleség. No, hat. Két éve voltam házas, igen szépen öltözködtem, hajjak, a legkülönbb öltözékén volt a faluba. De hát hiába voltam két éve házas, nem született gyerekem. Sajjak, az én férjuramnak volt két batya, azoknak is voltak feleségeik, azok is szépen öltözködtek, de ugyan nem, azoknak se született gyerek. Na, egyszer osztalom, hallom, hogy a várjak, az zuhatoljak a faluba, hogy hát nem hínak engem másnak, csak Österne. S hát ott valahol Székelyországban, ahol ezt a mesét gyűjtötték, Östereknek azokat az asszonyokat hittak, akinek nem adott gyerekét a jóisten. S hát ugye abban a világban azt igen nagy bűnnek tartottak, legalább is azt gondoltak. Hát, mikor ez az adat közből néni ezt elmesélte, akkor azt mondta, hogy mikor ő meghallotta, hogy itet így híjak, akkor ő úgy érezte, mintha az ő szívében egy nagy kist voltak volna, mert hogy hát nem bennük asszonyokban volt a hiba, hát az embereik voltak magtalanok. Na, elég a hozzá, hogy volt ennek az asszonynak egy kicsi komacskája. Hát jóban volt a férjével, és gyakran jártak egy más életébe. Na, történt egyszer, hogy bizony az ember elmént fuvárba, és ez az asszony egyedül maradt a kicsi komacskával java. És bizony akkor elpanaszolta neki, hogy hogyan hívja a kitet a faluba az asszonyok. És hogyan nem? Ekkor a kicsi komacska megsegítette itet. Hát itt született Imre. Na, volt nagy öröm a családba. Hát az asszony
férje, az minden házba szépen így bekopogtatott, bekiabott, hogy neki fias, neki fia született. Hát alig bírta összezárni a pofalja a tudmosolygot. Hát az apósa, hát a mi, amíg az egész falut lerészegítette, talán még a szomszéd faluba is mulattak az emberek. Na igen, na, de egy idő után újra hallja, hogyha zuhantónak az asszonyok a faluba, az hát azt merik mondani, hogy nem a félétű van a gyerek. No, akkor ő újra gondolt egyet, úgy sáforkodott otthon, hogy hát az ura újra elmén fuvarba, aztán még újra egyedül kettecskén maradt a kicsi komacska aljába. És így született Ázsia anya. Na, itt is aztán volt nagy öröm. Hát igen, na, de hát így mesélte az asszony, hogy hát nyakracskan ma, hogy így megöregettem, hát majd itt elgondolkozok róla, hogy a jó Isten vajon a jobbja, vagy a balja fölül vesző engem. Mert hát higgyék meg nekem, én mindig igaz istenfélő asszony voltam, soha az igaz útról le nem tiltem, éppen csak ez a két vitkecske volt egész életemben. De számítsak meg nekem, hogy ebből a két apró kicsi kis vitkecskéből hány lélek dicséri most a jó Istent. Hát Imrém lettnél, hat gyerekem, azoknak is gyerekei vannak. Ázsimnek még 8 gyerekes, azoknak is gyerekei vannak. Hát ha jobban belegondolok, biztos a jobbja fölül vesző a jó Isten. Már higgyék meg nekem, és ezzel az útra valóval engedem el most magukat, amit ez az asszony mondott. A világon a legnagyobb dolog a szerelem. Már ha nincs kit szeres, vagy szeretetlen tartsa a kör, hogy így, az olyan, mintha örökké homályba volna. De ha van kit szeres, s téged is szeretnek, akkor magad virág vagy, s örökké sütre adanak. Így volt, más ahol, ki meghallgatta, az így volt. Mesélhetek? Vagy már így ennyi egyszerre elég volt a felnőtt mesékből? Még egyet? No de hogy? Akkor most egy olyan mesét mondok, hogy hát vajon hogy is csipegethették le az algokot a mesékről, mert hogy ezt a mesécskét biztos, hogy ismeri, és biztos vagyok benne, hogy maguk is mesétik ma a gyerekeiknek, csak nem biztos, hogy ebbe a forma. Hát hun volt, hun nem volt, hetet-hét országon is túl, volt egyszer egy király. És ennek a királynak volt 3 gyönyörű, csodálatosan szép anya. Na történt egyszer, hogy vasalt rendeztek ebbe a királyságba, s hát bizony a király odament a janaiból, azt megkérdezte tőlük, hogy ides janyaim, hát mit hozzak nektek ajándékba a vasalból? A legidősebbik janya mondta. Idesapa, hát, nekem hozzon egy olyan aranyruhát, amelyet, hogyha fölveszek, az olyan könnyű és olyan szép, mint a bikanya, amelyet a szél fúj. Jó vagy, anya, mondta a király, ha te találok olyan aranyruhát, akkor elhozom neked. S ebben a király odafordult a középső anyahoz is. Hát neked, idős anya, nekem mit hozzak a vasalból? A középső anya mondta. Idesapa, hát nekem hozzon egy olyan gyémancipőt, amelyet, hogyha fölveszek a lábamra, akkor olyan könnyen tudok benne táncolni, mint a szél. Jó van, mondta az öreg király, ha találok a vasalba hozok. S ebben az öreg király odafordult a legkisebbik janyahoz is. Hát halljak, a 3 jany közül a volt a legszép, s a volt a leghelyesebb. A legkisebbik jany azt válaszolta. Idesapa, hát nekem hozzon egy olyan virágot, 5 perc alatt a dupla ajára meg tud nőni. Jó van, mondta az öreg király. Hát ha találok olyan virágot, akkor hozok. És ebbe a király intett János kocsisnak, befogadtak a 8 lovat a hintó elé, és mentek egyedesen a vasarba. Hajja, na de hát az a vasar nem olyan volt, mint itt a sima Júda, hogy 3 napig tart, hogy ma újabban 4, nem? Ma most 4 napos volt. Nem tudom, már nem voltak. Na igen, hozza, hogy az a vasar, hajja. A király ma ott volt 8 nap, 8 éjszaka a vasarba. Öntözgették a virágokat, de hát ma csak nem találtak olyat, mint amikkel. Megtaláltak az aranyruhát, megtaláltak a gyémoncipőt,
De János kocsissa, király! Bizony, nem találta meg azt a virágot, amit a legkisebb jó anya kiébos. Na mind? Ott az a hő, nagyon hangzó, mert mondja a megfájtésékét. Na Eriga, hozza! Mit volt, mit tenni a király szépen? Hazafelé vette az útja, csillogó szemmel átadta az aranyruhát, átadta a gyémancipőt. És akkor szomorú szemekkel odafordult a legkisebbik jó anyámhoz, mondta neki, idés jó anyám. Hát mi János kocsissa ott voltunk a vásárban 8 nap, 8 éjszaka, öntözgettük a virágokat, de olyan virágot, amit te mondtál, hát csak találtunk. Na, akkor a kicsi király kisasszony így fölkapta a tekintetét, ránézett a királyról, azt mondta, hogy idésapa, hát ne mondja már, hogy nem volt olyan virág abban a vásárban, hát higgyél csak ide János kocsist! János kocsis megérkezett, odaadta a király kisasszony elé. Na, a király kisasszony, ott is tudják ma, hogy milyen virágú van szerint. A király kisasszony akkor fogta, lirántotta rá János kocsisnál, drágja, s lászana, csodod! Ott volt az a virág, hát alig kellett neki pár pillanat, hát ma úgy elkezdett nyiladozni és illedézni. No, mondta is a kicsi király kisasszony a királynak, hogy idesapám, hát nem volt olyan virág, nézze csak ide! Az idő ma milyen szépen nyiladozik János kocsis virág. Milyen szépen nyiladoznak, Lali, ha az én csőpen beültek? Hát halljak! Itt történt, hogy János kocsis élett a fel a királysok, s a király a kisasszony is. De úgy jól is megkikettem. Tudják, hogy mióta van pálinka, akkor most már vezzünk ilyen vizekre. Mióta még mindig van a pálinka? Hát ha nem tudják, akkor azt is elmesélem. Hát, volt egyszer valamelyik faluban egy asszony. Mindenki csak szép asszonynak hitelített, hallja? Mert hát az is olyan kis csecseske, olyan kis faluska volt, mindig ki volt öltözve, de arról az asszonyról tudni kell, hogy bizony a kapanyelet nem ismerte már, hogy sohasem dolgozott. Ha nem bizó, az emberek látogatta ki, tehát hát bizó, onnan volt az asszonynak píze. Na most már tudják, hogy mi az asszony, mi volt az asszony. Na, hát hogyan nem, azt is beszélték erről az asszonyról, hogy még az ördöggel is cimbora, az ördöggel is komasakban van, azt is mondta a rossz nyelve, hogy még a fiatal jarnyogot, hát így behúztál be a kis gamacsolba. No. De ugyanaz lenni szokott, az idő járt, tehát, és bizony az asszony fölött is eljárt az idő. Már hogy először, hát ez is egy székely mese, a fél farcsikja, hát az így lefittyett, megpúposodott, rancos lett, akkora bibircsókot nőttek az orca olyan, mint valami magyaró, kihúltak a fogai. Hát egy osztal ma nem látogatta akitet az emberek, s a víz is elmaradt. Na. Egyszer osztam, amikor ennek az asszonynak ma tényleg arra nem jutott, hogy egyen elkezdett imádkozni az ördöghöz. Azt mondta neki, hogy jaj, kedves komám, uram, hogy jöjjön ma, segítsen rajtam. Hát én mennyit segítettem kenne, hanláket küldtem a pokolra. Na, akkor az ördög megjelent, azt mondta az asszonynak. Na, ide figyelj. Most megtanítalak egy olyan főzetnek az elkészítésére, amit hogyha most megtanulsz és megjegyzed, soha többé pénzügyi gondod nem lesz. Vigyél elő egy katlan, szépen gyújtsa a bealatta, aztán hordd el a vízzel. Úgy is volt, az asszony elővitte a katlan, begyújtott alatta, és akkor az ördög elkezdte a munkát. Na kérem szépen. Hát, ott az asszonynak az udvaron volt egy magas szedérfa. Azt úgy megérettek a szedrek, lepotyogtak a libák, meg ott edegették, állandóan részegek voltak. Az ördög szépen fogta, belemarkolt ebbe az érett szedérbe, beledobta a főzetbe, s csak kavárta tovább, s alnézett az asszonyra. Asszony, hát ma egy kis fekete borsa van-e? Van én nekem, hogy ne lenne? Az ördög fogta, belerakta a fekete borsot is a főzetbe, s csak kavárta tovább. Hát aztán komolyan asszony, egy kis nadrágújója volna én ma? Az asszonynak az is fog. Az ördög csípett belőle egyet, azt is belerakta a főzetbe, s csak kavárta tovább. No igen, no? De hogy ott a közelben, a ház mögött, volt egy disznó, aki a sarba hentérgett. Az
az ördög oda ment a disznóhoz. Megszúrta a disznónak a kezét. Mit? Mancsalt, mindegy az, tudjak mi az. Megszúrta ide. Szépen beletett egy kis disznóvírt a főzetbe, csak kávárta, kávárta. Na de ott voltam egy kutya is lancra várva. Oda ment az ördög a kutyalahó is, megszúrta azt is, egy csak kutyavírt is tett a főzetbe. S hogy ma az is meg volt, szépen az ördög fogta a saját kezét, beleszúrt az ujjába, s egy csak ördögvírt is tett a főzetbe. S csak kávárta, kávárta tovább. Na, kis idő után halljak. Elkészült ez a főzet. Az ördög szépen lehűtötte, hát ilyen szép üvegekbe tette. Azt mondta az asszonynak, hogy na, komamasszú, most ma fogja meg ezt az üveget, fogjon két poharat, s menjén kínálgassa végig az embereket a faluba, de bíztek égen írta. Hát az asszon ment, kínálgatta az embereket, s hajak azok meg itt szagógatta, csit, igen erős volt a szaga. De hát a bátrabbak azok megkóstoltak, s mikor megkóstoltak azt a főzetet először, csak így összecsípta ki gajukot, mert hát ugye benne volt a fekete bors. Aztán, hát egy idő után, hát ma úgy szép piros lett az arcájuk. Hát visszamentek az asszonyok, kértek egy újabb pohárra, s hallja? Aki több pohárra ivott belőle, hát az bizok, úgy jár, mint a malac, mint a sarba hengergőzött, mert hát ugye benne volt a disznónak a víre. Más meg, elkezdett énekelni és kiabolni, mint a kutya, mert hát benne volt a kutya víre is. Azt az öregek azt mondja, hogy bizok, aki még olyan ájasságokra is képes volt, mint a gyilkosság, az azért volt, mert a főzetben benne van az ördög víre is. Sajó, ennek az ördögnek igaza volt. Ez az asszony elkezdte főzni a pálinkat, s adta el mindenkinek. Soha többet pénzügyi gondja nem volt, csak gondoljanak maguk is bele, hogy ha manapság is úgy van, nem? Aki a pálinkot főzi, annak pénzügyi gondja soha nincsen. Na de azt is mondták a régi világban, hogy bizony, aki erre a főzetre rászokott, annak ma amen dolores, mert ha ugye ma lesz ott minél szóval, mert legalább is nagyon nehezen. Azért remélem élvezték a meséket. Láttam én, meg szöpemben ütek. Jó, de hát ilyenek ezek a földött mesék. A gyerekeknek nem ilyeneket mondok meg. Kint volt a 12-es ott a sarokban. Szeretném köszönni Szelecki Mónikának, tényleg egy elegedeges, egy új színfót volt az itt az eddigi rendezvények sorában, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és jó szórakoztunk. Köszönöm szépen, polgármester úr!